Az őszi vigadalom nevet viselő program nyitányaként a Matyó Kertbarát Egyesület szervezésében szeptember 20-án valósult meg az első őszi gyümölcs- és zöldségkiállítás a Táncpajtában. A mezőkövesdi kertek termései mellett az azokból készített lekvárok, befőttek szörpök, illetve ételek is terítékre kerültek. A kiállítás megnyitó ünnepségén elsőként Herkely Károly, a Matyó Kertbarát Egyesület vezetője köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a rendezvény küldetését. Ennek a kezdeményezésnek az lenne a célja, hogy megismerjék egymást az emberek, közösségteremtő célja is lenne ebben, és megtudjuk azt, hogy mit terem itt Mezőkövesden. Olyan régi fajták vannak, amit igazán nem tudtunk föltérképezni, és ezzel a kiállítással kapcsolatosan szeretnénk ezt megtudni, hogy milyen fajtákat termesztenek itt a kiskertekbe a termelők. 25 termesztő hozta egy kiskert tulajdonos, de nem egy fajtát, hanem több fajtát, úgyhogy van bőven, azt nem tudom megmondani mennyi, de 80-on fölül van a fajták száma. És hát érdekességként mondhatok egy kivi fajtát, ami már régen itt terem Mezőkövesden. Ez nem őshonos, de végül is megterem. Füge az nagyon sok van Mezőkövesden, itt is hozott egy termesztő fügét. Azt is érdemes ezen a vidéken, mert ennek a vidéknek van egy áldott jó tulajdonsága itt a Bükk-alján, hogy több a meleg, mint általában akárhol itt a környéken, Mezőkövesden valahogy többet süt a nap. És így ezek a déli gyümölcsök is jobban bírják a tereket is, meg az egész időjárást. Őshonosból most térképezzük fel ezeket a fajt, már sokan úgy hozták be ezeket a gyümölcsöket, főleg az almát, körtét, hogy nem tudják azonosítani, ennek az azonosítása most fog megtörténni, de büszkén mondhatjuk, hogy van egy mezőkövesdi körtefajtánk a mezőkövesdi mák mellett, és most ez a mezőkövesdi körte, ez ki is van állítva, egyetlen egy termet még az idén, úgyhogy ez büszkén óvatosan tartjuk, de hozzuk a mezőkövesdi birset is, mert ilyen fajtánk is van és lesz, és szeretnénk beszerezni az egész mezőkövesdi, de kapcsolatos fajtát, amit valamikor itt termesztettek őseink. A bevezető gondolatok után dr. Fekete Zoltán polgármester nyitotta meg a kiállítást. A beszédében kiemelte, hogy a helyi és környékbeli termelőknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy piachoz tudjanak jutni, hiszen a kiállításon is látható, hogy sokan sokféle dolgot állítanak elő, amire másnak szüksége lehet. A város első embere hozzátette, hogy a képviselőtestület szeptemberi ülésén tárgyalja majd meg Mezőkövesdnek az országban most szerveződő hangya szövetkezethez történő csatlakozását. Ennek a szövetkezetnek is, a kiállításhoz hasonlóan, az a célja, hogy a helyben megtermelt javak helyben legyenek felhasználva. A polgármester szavai után Kapusi Imre kertészmérnök mutatkozott be, aki Kács melletti arborétumáról, kertjéről, valamint a helyi termékek előtérbe helyezéséről beszélt. A megnyitó gondolatok után Jéger Károly pápai prelátus megáldotta és megszentelte a kiállításon bemutatott terméseket, valamint a Kertbarát Egyesület két tagja, Istókné dr. Pap Katalin és József az élettársa által készített termésoltárt, mellyel hálát adtak Istennek az idei termésért. Szeptember 21-én délelőtt a Tekergő Báb Színház előadását követően a Kabócák és Manócskák kézműves foglalkozásán vehettek részt a kicsik, ahol üres tápszeres dobozból, kartonból, csomagolópapírból baglyot készíthettek a gyerekek, illetve rajzolhattak, matyó mintás könyvjelzőt színezhettek a legkisebbek. A délután során a Hadasváros részben a Táncpajtában kitanyázva, matyó dalokat énekelve, vartak hímeztek a Matyó Nagymama Klub, a Borsóka Hímzőkör, valamint a Matyóföldi Foltvarró Klub tagjai. Emellett gyógyító és frissítő teákat is kóstolhattak a Hadasba ellátogatók. A Kis Jan Kobori Emlékház udvarán pedig népi technikákkal ismerkedhettek meg a gyerekek, hiszen kézműves foglalkozás keretében kukoricát foszthattak, kukorica és csutka babát készíthettek, tök lámpást faraghattak. Szeptember 21-én és 22-én ingyenesen látogathatták meg a Matyó Múzeum állandó kiállítását, valamint a Városi Galériában található Takács István tárlatot, ahol vetítés, előadás keretében a Matyó festő életművével is részletesebben megismerkedhettek a kultúra kedvelők. A háromnapos rendezvény lebonyolításában a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. És több civil szervezet vett részt.